Mielőtt elkezded nézni ezt az interjút, iratkozz fel YouTube csatornánkra, és támogasd a munkánkat a videó alatt található linkre kattintva. Jó napot kívánok, Bolgár György vagyok, ez itt a tíz, amelyben tíz kérdést teszek föl, meg aki ezúttal Ágatilla, politológus professzor. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! És a témánk a magyar belpolitikai élet itt a nyár végén, bár ez nem érződik egyáltalán, a kis stúdiumban végképp nem érződik, de hát azon kívül, hogy izzadunk, mit izzadott ki a magyar belpolitika, ezen a nyáron, vagy volt-e valaki Magyar Péteren kívül, aki izzadt és igyekezett valamit csinálni, valamit változtatni? A, valóban az igaz, hogy a Magyar Péter e, és mozgalma pártja értékelése nélkül manapság nem lehet Magyarországon politikáról, politikáról beszélni, de azért van egy olyan téma, ami mégis a legalábbis egy fél évre ezt a témát, bár őt is jelentős módon, és a pártját bevonja, ez ugye az uniós elnökség, az uniós soros elnökség, mert ez egy új keretbe helyezi az egész eh, dolgot. Tehát annélkül, hogy eh, hogy erről beszélnénk, nem lehet december 31-ig eh, a magyar belpolitikai életet értékelni, eh, és eh, vannak olyan... Uh, egyéb elágazások is, természetesen, mondjuk a gazdasági helyzet és azzal kapcsolatos hitel és egyéb válság, hiszen éppen ma szólalt meg a Matolcsi x szel hogy rossz uh, irányba mennek. De a talán olduk. minden eddiginél keményebben, ha tetszik, durvábban, és hát ellentmondás nem tűrően, ezt nem merem mondani, mert ha valaki ellent mondhat neki, az a miniszterelnök, és a között még ő az erősebb, de de az mindenképpen figyelemre méltó, hogy olyan keményen követelt gazdaságpolitikai irányváltást, mint talán még ilyen egyértelmű soha. Igen, hát ez a jobb két lázadása, de azért látnunk kell, hogy azért kell egy kicsit az Európai Unió foglalkoznunk, mert ha még egy nagyon szűk értelemben vett gazdasági vitába bonyolódnánk bele, akkor is az Unióval való konfliktus, amit Orbán ő utazása Kieftől Washingtonig több lépcsőben annyira felerősített, hogy az Európai Unió megsokszorozta az elvonásokat, újra előtérbe kerültek azok a jogállamiság problémák. Szóval ezzel a dologgal mindenképpen szembe kell nézni, és azt... Említsek három-négy folyamatot, és aztán annyira megyünk bele, amennyire szükséges. Egyszerűen példátlan az EU történetében, hogy azokat az eseményeket, amiket mindig a soros elnökség helyén intézik, azaz Budapesten, azt először nem tartották itt. A második. Példátlan, Mármint, uh, hogy az uniós soros elnökséget igen, adó ország valamelyik uh, 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 városában, fővárosában, igen, hiszen mi vagyunk azok, akik éppen menedzselik az unió mindennapi működését, de elvették tőlünk a tömnyire. A igen, uh, na most ugye ehhez, hogy hogy uh, kvázi uh, előjelezték hogy a még meg nem tartottakban is gondolkodnak arról, hogy nem ne, most Magyarországon gyakorlatilag ez Budapestet jelenti, hogy nem Budapesten lesz a... E, ugyanakkor e, e, maximalizálták az elvonásokat, tehát rendszeresen közlik azt, hogy, hogy biztosan nem adnak pénzt, és újabb és újabb tételeket fogalmaznak meg. Ezekbe bele lehet menni témaként, de csak a harmadikat e, említeném, nevezetesen azt, hogy van egy fajta e, politikai nyilatkozat tömeg, ha úgy tetszik, a különböző uniós szférákban, hogy Magyarország gyakorlatilag már nem is érdemben, vagy csak nagyon, nagyon szűkített értelemben tagja az Európai Uniónak, bizonyos funkciókat már nem lehet rábízni, és vörös vonal van úgymond az intézményekbe, hogy lehetőleg oda magyar képviselő ne kerüljön be. Ez látványosan az, az történt a, az Európai Parlamentbe a különböző funkciók elosztásánál. Vagyis tehát most már nem egy nagyon áttételes és udvarias ütközés van az Európai Unióval, hanem kikad alapon egy direkt konfrontáció, amit ők szó szerint meg is fogalmaznak, és a Leyen bizottság második periódusában már ez elég nyilvánvalóvá vált. Na, ez nagyjából az a jelenet, amiről beszélnünk kell. Szerintem most, ha a másik oldalról nézzük a dolgot, akkor a következőt kell mondani. Általában az emberek beszélnek arról, hogy az óbaloldal oldal a régi nemzedék válsága. Általában beszélnek arról, még jogosultabban, hogy a Magyar Péter elindított egy mozgalmat, ez nagy meglepetés, ennek mi a jövője, hogy alakul a helyzet 26-ig. Szerintem van egy harmadik folyamat, amire jobban oda kellene figyelni, de szoros összefüggésben van persze ezzel a kettővel a belpolitikában. Nevezetesen igenis van a Fideszen belül egy lázadás és egy szétesési folyamat. És ez a mindennapi politikában is megmutatkozik. Már a magyar Péter jelenséget is távolról is kicsit félre így szokták magyarázni, hogy a fidesz belüli feszültségek. Nagyon nyilvánvalóan az említett körülményekből, most egyszerűsítsük le a dolgot, az európai transzferek elmaradásából adódóan a fidesz belül van egy belső feszültség. Nagyon világosan látszik, hogy az Orbán az összes bejövő pénzt a családi alapon akarja elosztani magán a legvékonyabb felső eliten belül van egy nagyon éles küzdelem a, a, a az a pénzére a, a befolyásért így. stb stb. stb. E, és hát e, itt említettük ugye Matolcsi esetét ami a legfrissebb de korábban is egy csomó ilyen ütközést tudunk mondani. E, Ugyanakkor ez egy szélesebb generáció, és világosan látható már, hogy a középgeneráció, amelyik már a fideszes érába nevelkedett föl, de jóval professzionálisabb, és sokkal kisebb az anyagi bázisa, vagyis a, az idős temzedék és a középgeneráció között a mindennapi életben tapasztalható egy belső forogás, egy ütközés, ez megmutatkozik miben, a nyilatkozatokban. Miben, miben tapasztalható, miben érhető ezt tetten, mert az ember azt mondaná, hogy hát látom a folyamatokat, látok egy-egy ilyen nyilatkozatot, látok egy-egy hát rossz kedvű megjegyzést, de hát ez miért igazolná azt, hogy a Fidesz kezd szétesni? E, a, egyelőre ott vagyunk, hogy a, a legidősebb generáció, amelyik nem professzionalizálódott, és már a jó részt a Fidesz uralom alatt fölnőtt középgeneráció, akik elszenvedik azt, hogy a malév e, 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 milyen helyzetbe került a... E, lepté megvásárlása volt. Akik elszenvedik azt, hogy a MÁV területén milyen feszültségek vannak, ugye, és hát a Lázár azzal kezdte, mikor kiderültek a nagy problémák, hogy hidukta a vezérigazgatót. Szóval, ha a mikroszkóp alá tesszük a folyamatokat, állandóan visszavezethetők egy ilyen belső ütközések folyamataira, vagyis ennek az egyik, de nem egyetlen jelensége, a Magyar Péter kiválása ebben a... Még mindig ennél maradva, Lázár ki- és beszólásai, leszólásai, megszólalásai valóban jelezhetnének ilyet, ha nem tudnánk, hogy Lázár 5-8 évvel ezelőtt is bebeszólógatott még akár a saját főnökének is. Tehát nem látom ezt újdonságnak, még ha esetleg gyakrabban is fordul elő most. Az, hogy Varga Mihály és az új gazdasági cár Nagy Márton között vannak észlelhető, tapintható, kitapintható viták, konfliktusok. Ezt is láttuk, hogy Matolcsi ebbe most talán még hangosabban és harsányabban szól bele. Ennek is voltak az elmúlt két-három évben előzményei. Szóval nem látom igazán azt, hogy, hogy itt valami Minőségi változás következne be. Ha megnézzük a magyar közpolitikai rendszert, akkor azt látjuk, hogy tulajdonképpen valamennyi szféra, most hadd mondjak egy szélsőséges példát, ami azért odavilágít, hogy, hogy Mindegyik ilyen szféra már adósságokat halmoz föl, most a legutóbb a közegységkügyből megint elvonás volt, de a rendőrségnek is súlyos adósságai vannak. Tehát tulajdonképpen valamennyi szférában eh, megjelent az, amit általában a közvélemény, az összetársadalmi szinten lát, és a közgazdászok úgy értelmeznek, ez lemegy odáig, hogy már a vasút képviseletében megszólalók azt mondják, hogy 14 évig nem volt semmi ezen a területen. Ezért gyűjt fel a dolog. És ez a, ez a valamennyi társadalmi területen, hadd mondjam így, hogy a Jusz Murmurandi, a, a morgás joga a Fideszen belül a főnökségnél jelentkezik, és ebből olyan mozgások válnak ki, tehát, hogy miért fontos és miért veszélyes ez a Fidesz számára, ezt a Magyar Péter esete világosan mutatja, hiszen ő belülről jött ember, minden belső mozgást ismer, és egy ponton szembefordulván a rezsimmel, ugye, a legveszélyesebb ellenfélé vált. Tehát a Fidesznek a lázadó törzsfődököktől kell a legjobban félnie, és ott van egy morgolódás. Értem, de nem akkor válik ez valóban súlyossá, hogyha a, mondjuk említetted a rendőrségnél felhalmozódó tartozás, de mindenhol most kiderült, hogy a fővárosi kormányhivatal több pénzzel tartozik, mint az Iványi Gábor igen, által igen. működtetett de iskola, amit arra hivatkozva nap-nap nap után hogy, valami ugye. újabb botrány jön Igen, ebben a tekintetben. De hát erre Orbán azt mondja, nem baj, majd még fölveszünk hiteleket, akár kínaiaktól, akár a, a kötvénypiacon, akár japán kötvényformájában, akár bárki mástól, és ezeket majd betömködjük, különböző lyukak vannak, tudjuk, rendben, túl leszünk ezen is, csak akkor lesz ennek igazi, és a mormogáson túlvezető következménye, ha egyszer csak azt mondja a nemzetközi pénzügyi világ, hogy de nem kapsz hitelt, csak az eddiginél, sokszorosan magasabb áron. Vagy a magyar valuta ellen indul egy olyan üzleti, piaci támadás, amit Orbánék meg a Nemzeti Bank nem tudnak kivédeni, mert akkor hirtelen egyik pillanatról a másikra észlelni lehet, hogy ez tarthatatlan. De amíg csak így, itt vannak lukak, ott vannak lukak, addig nem változik alapjában semmi. Nos, a, 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 ezzel a, annyiban szeretném kiegészíteni, vagy akár ellenévet mondani, hogy egy dolog a magyar politikai életben nem világos. Nem igen egy amerikai professzor járt erre, és azt mondta nekem, hogy ti magyarok furcsák vagytok, nevezetes abban, hogy nem észlelitek, hogy a Trump mennyire morog az Orbánra a kínai álláspontja miatt. Két nagy nyilvános beszédében Tusnád a tusványosi beszédbe is azonban egészen világosan mondta, hogy Kína jövő. Na most a november felé közeledve Ennél nagyobb sértés Trumpnak és Amerikának így nincs. Van, ez így van, tehát azt nem észlelik, és itt lesz a közeljövőben egy olyan konferencia, ugye amit a Danyub Institute szervez, és a Heritage Foundation csinálja gyakorlatilag. Tehát a Trumpi világ mozdul, és egyik nagy és növekvő düje az Orbánnal szemben az, hogy beállt egészen nyilvánvalóan Kína mögé. És Kína a jövő, Kína fog nyerni, stb. stb. Az amerikaiak nagyon jól elviselték a Putyinnal való barátkozását, de most már a hitelpiaci kötődését is a kínaiakhoz köti. Nem fékezett be az akutyárak és egyéb tekintetében. A beruházásokat is egyre többet Kínából akarnak, de a nem lehet majd Kínában. Tehát, e, tehát Kínától függő pénzügyi és, és gazdasági rendszer irányába menekül az Orbán, és ez nagyon nem tetszik az amerikaiaknak se. E, hát olyan se volt már, hogy az amerikai nagykövet kvázi minden héten mond valami. E, kritikus beszédet az Orbán rezsimről, vagyis a nemzetközi összefüggések is arra mutattak, hogy nem csak egy-egy szféra omlik össze ide az, mert azért mondjuk a tömegközlekedés és a, a máv, a vasút, az egy nagyon nagy szféra az emberek minden nap életét befolyásolja, hanem az egész rendszer tolódi Kína irányába, amivel e, morgolódás jelentkezik az EU-ban, e, az oldalról is, de nagyon éles, szembefordulás az amerikai sajtóba, és mondom, ezt megfogalmazzák, hogy nem értik a nyugatiak azt, hogy hogy van ez nálatok, nem veszitek észre, hogy a Kína felé sodródás gazdaságilag hitelképesség, Igen. meg egyéb szempontjából a trump szembe fordítja ezt a rezsimet? Miután az elején azt mondtad, hogy a magyar belpolitikai helyzetet nem lehet igazán értékelni, Igen. az európai uniós soros elnökségünkkel kapcsolatos fejlemények nélkül, vagyis, hogy Orbán arra használta ki ezt a pozícióját, hogy azonnal robbancson, azonnal szembeforduljon az unióval, visszaélve saját helyzetével tiszta helyzetet teremtsen. A kérdésem az, hogy ezt elsősorban belpolitikai céllal tette, vagyis, hogy magát, mint egy az európai nacionalista szélső jobb, Valamiféle generátorának, vagy akár remélt főnökének elképzelve próbál egyre nagyobb szerephez jutni Európában, akár úgy is, hogy növeli a konfliktusokat az Európai Unióval, de ezzel Magyarországon a nacionalista háttérbázis nem csak megtartja, hanem akár erősítheti is, mert látjátok, mindenki ellenünk van, de én kemény vagyok, én tartom a frontot, én szembe szállok mindenkivel, mert ezt kívánja Magyarország, Európa kereszténység érdeke. Tehát ennek belpolitikai oka volt-e, vagy a kettő összekapcsolódik, mert ezzel a külpolitikában remélt erősödő háttérrel, és ennek van alapja, úgy érzi, hogy ha itt nehezedik is belül a helyzete, a külpolitikában lesznek szövetségesei. A, a Jusz Murmulandi állapota tehát az, hogy Orbán nem engedi meg a saját közvetlen népeinek se azt, egyes kivételezetteken emlékezünk arra, hogy mindig meglepődik a magyar közélemény, hogy Matolcsi megmer szólalni. Na, nagyon kevés ilyen esetet Igen. tudunk, és Tulajdonképpen csak távoli morajként hallatszik, de időről időre előtödik az, és a legnagyobb veszély az orbán rezsimre nézve manapság az, hogy hogy ez a középmezőny, amelynek a létbiztonságát fenyegeti az orbáni elvonás, és annak a területnek, amit ő ural a tönkremenése. Én szerintem, ez egy új folyamat, amit még eddig nem nagyon vettünk észre, aminek, aminek vannak jelentkező jegyei akik már nem boldogok attól, hogy az Orbánnak nagyobb vagy kisebb nemzetközi hírneve van. Úgyhogy én szerintem erre a folyamatra érdemes oda nézni, és hogy ezt folytassam azzal, mindenki azt hiszi, hogy a fiatal nemzedék az MCC-ben el van intézve, hogy, hogy hogy egyfajta szolgáló értelmiséget ott kitelmelnek, hogy egy ilyen folytonosság következik, és ugyanakkor minden közvélemény kutatás és felmérés azt mutatja, hogy a fiatalságban nagyon alacsony a videsztámogatottsága, és még a szolgáló nevelt fiatalok is egyre inkább belátják azt, hogy egy tönkrement országot fognak örökölni. Szóval az, hogy lepusztultak az egyes területek, azt a legjobban azt tudja, aki irányítja őket. Tehát ezek még, e, tehát azokban a vitákban, ami szokott, és akkor térhető igottan a Magyar Péterre és az ellenzék, e, ezt a vonalat szerintem, hogy magába a Fideszben milyen belső átalakulások zajlanak, a magyar média emlegeti, de nem fedezte fel igazán, holott itt van egy összeomlási folyamat, ami nagyon könnyen megtörténhet ezen uniós fél év után, amikor az Orbán kormány totális konfrontációt próbál vinni mindenféle tekintetben. Hát közben nyilván még a Fideszen belül is, még hogyha igény volna rá, akkor is látják, hogy hát Magyar Péternek ugyan sikerült a magyar Politika térképét teljesen átrajzolni, de azért az Orbán kormány, az Orbáni propaganda és minden, ami mögötte van, most már teljes erővel próbálja őt szétszedni, lejáratni, hogy lehetőleg ne erősödjön, hanem omoljon össze minél hamarabb. Ha tehát valaki mégiscsak venné a bátorságot, hogy kiszálljon, és mondjuk csatlakozzék Magyar Péterhez a Fidesz köreiből, akkor szembenézhet azzal, hogy bizony az elmúlt 14 és fél év alatt lehettek ilyen-olyan ügyei, ilyen-olyan bűnei, amiket eddig jótékonyan elnéztek, de ha elhagyja az esetleg süllyedő hajót, akkor ki fogják készíteni. És Orbán Simicskával is kíméletlen volt, miért lennek kiméletlen a többiekkel is? Azért a, a Simicska eset és más ilyen törekvések azok, a Fidesz-en belüli eh, első ember eh, posztot eh, megtámadó eh, dolgokra vezethetők vissza. Ugye most a magyar Péternél egy egészen más folyamat van, egy, egy belső lázadás első mozgása, és eh, azt, amit ő eddig elért, azt bizonyos tehetsége és helyzetfelismerése is eh, magyarázza, de... Kétségtelen az, hogy van egy csomó olyan belső támogatottsága a Fidesz vezetésben, amiről nem tudunk, és ami nagyon nehezen bukkan föl ebben. Tehát egy információ eh, gazdag világban él, és ismétlem, lehet, hogy első vagyok benne, és lehet, hogy tévedek, de hogy egy elégedetlenségi hullám van a Fidesz széles értelemben, a nagyon széles értelemben vett Fidesz vezetésben, eh, és már érzékelhetők azok a jelek, hogy az Orbán nem csak a lakosságtól von el, nem kapja az európai transfereket, hanem elvesz pénzeket és erőforrásokat a saját nyájától. Itt van egyfajta vidéklázadása is. Az önkormányzatokra kivetett újabb elvonások ezek, e, ezeknek a a jelentőségét nem tudjuk eléggé fölmérni, és egyre fokozódni fog, mert tulajdonképpen eljelen, eljelentékteleníti azoknak a politikai hátterét, akik ott a terepen vannak. Vagyis én azt állítom egészében véve, hogy vannak olyan most még gyengén érzékelhető hatások, amelyek a Fideszt nem kívülről az unió oldaláról gyengítik, nem úgy tetszik kívülről, mint a gazdasági helyzet, hanem a belső felboblásként említi, és ezért arra hivatkoznék, hogy emlékezzünk a 80-as években és az MSZNP szétesésére. Egyre inkább megjelentek az egyes emberek, akik elégedetlenek Igaz, voltak. Igen, de akkor kellett hozzá Gorbacsov és kellett hozzá a Szovjetunió szétesése, anélkül az a belső bomlási folyamat, nyilvánvalóan nem juthatott most, volna addig a végkifelé. Most a Gorbacsov helyett van az Európai Unióval uh -huh. egy egyre felgyorsuló konfrontáció. Olyan konfrontáció még nem volt, hát kvázi, ha első számú emberek tagországban az Orbánt már ellenségnek nevezik az Európai Unióban, tehát miniszterelnökök, akkor itt már egy nagyon-nagyon mély konfliktus van, akkor itt már már egy olyan állapot van, mikor nem csak az Európai Parlament mondja ki, hogy ez nem egy demokrácia, hanem egy választási autokrácia, meg ilyeneket. Tehát ezek példátlan események az Európai ez Unió biztos, ez biztos. életében. Tehát nem vesszük elég észre ezeket a mozgásokat szerintem, de ugyanakkor azt is látni kell, hogy a fiatalok közül rengetegen csatlakoznak a Magyar Péterhez, mert számukra az van, hogy vagy migráció, vagy pedig ide az a valami, valami, változást elérni, valami újba belevágni. Én szerintem most azért merek, ha úgy tetszik, merészebb jövőképet felvázolni, vagy stb. stb., mert érzékelhető, hogy a magyar változásokat ez a fél év fölgyorsítja. Tehát eh, egészen másképp fog kinézni, úgymond az ország politikai térképe decemberben, és aztán eh, a, a lengyelek ráadásul még a Tuszkék eh, egy utólagos vizsgálatot is indítanak majd számos tekintetben a, a, a magyar kormány és az Orbán rezsim ellen. Ezek készülődnek, ezek a dolgok. Eh, tehát eh, most az Európai Unió olyan, olyan eh, nehéz átalakulási folyamatban van, hogy a döntéshozatali rendszer nem engedi meg azt, hogy az Orbán állandóan eh, vétózzon. És gondoljuk meg azt, a, a, azt az alapvető dolgot, ami rengetegszer, rengetegszer eh, elhangzik, hogy, eh, hogy eh, egyfajta... Eh, eh, döntéshozattal, hogy hogy mondjam. Szóval az Európai Unió már a magába véve ketté válik, hogyha az Orbánt el kell viselnie. Tavaly novemberben jelent meg az a négyek Európája, ami bejárta a világ és ebben kiemelt helyzete volt a magyar helyzet értelmezésének kiemelt jelentősége volt, mert azért, hogy a, az EU egyet és az EU kettőt elválasztották egymástól. Tehát, hogy, hogy az Európai Unió fokozatosan ketté válik, mivel kizárni nem lehet, az Európai Alapszerződésben nincs kizárási lehetőség. Ezért egy ilyen leválás De egy leválásba ilyen. be lehet készíteni. És ez, a... ez, ez meg minden tekintetben Állandó beszédtéma, hogy hogyan lehet az EU-egyet és az és eu És ha kettőt. Orbánnak bejön, hogy Trump győz. És ha Orbánnak bejön, hogy a nagyon bizonytalan és nagyon ingatag francia belpolitikai helyzetben mégiscsak löppen kerekedik fölül. És ha Orbánnak bejön, hogy közeli barátja a szélsőjobboldali szabadságpárt fog győzni a hamarosan következő ausztriai választáson. És ha Németország egyre bizonytalanabb lábakon áll, mert látjuk, hogy az ugyancsak szési jobboldali AFD igaz, egyelőre csak kelet-Németországban, de azért mégiscsak meghökkentő mértékben erősödik. És akkor hozzávehetjük a holland választási győzelmét, Wilders barátjának. Igaz, nem ő lett nem a miniszterelnök, de, de mégiscsak ő a legerősebb holland párt. Szóval, Bejöhet-e az, hogy egy európai. a leválás belülről jön meg, de gyakorlatilag mindenki le fog válni, mert az Európai Uniót sikerül majd belülről felrobbantani, Orbán Viktor vezetés. Ezzel én nagyon nem értek egyet, mert vegyük azt figyelembe, hogy mondjuk Löpen asszony, vagy mehetünk végig Franciaországon, Németországon, Ausztriáig, stb. stb. hogy a egyfajta szélső jobb nyomást eh, gyakorolnak belülről, még néha, ugye léte a patrioták eh, frakció az Európai Parlamentben, tehát még néha eh, eh, össze is állnak eh, eh, ezek a pártok az Orbánnal, de abban a pillanatban, ha ők hatalomra jutnának, aminek nagyon kevés esélye van, de, te, de tegyük fel, akkor abban a pillanatban ők az Európai Unió összérdekét fogják képviselni. Most hadd említsek egy nem pénzügyi példát, már ez pénzügyi kérdésként a legfontosabb, és egy újabb költségvetési terv létezik. A Brögel megjelentetett az intézet. A Brögel intézet öt évenként kiad egy tervezetet arról, hogy mit kell a következő öt évben csinálni az egyes minisztereknek, hogy nevezzem őket minisztereknek az egyszerűség kedvéért. Ez pár nappal ezelőtt vált nyilvánossá. És ebben világosan megvannak mondva ezek a dolgok, hogyha esetleg ilyen ellenzéki erők valahol nem hatalomra kerülnek, hanem hatalomba kerülnek, abban a pillanatban az összeurópai érdek jelentkezik számukra követendőként, mert a franciaország érdekét kell képviselniük és nézni Hát a Németországban egy két tartomány most szélső jobb felé csúszott, azért még nem a világ vége. De hadd mondjak egy nem gazdasági példát. Hát azért egész Európát ingerli az, hogy Orbán eh, beengedne tömegével oroszokat és eh, eh, belorusszokat eh, az Európai Unió területére. Ezt eh, akármennyire egyébként addig haverkodnak az Orbánnal, amíg eh, egy ilyen szélső jobbaldali irányba eh, mennek a dolgok, de abban a pillanatban, hogyha egy konkrét ügyben ilyen eh, irányba mozog a az Orbán vagy a pénzügyi fegyelmet valamiben szűkíti. Azt kell látni, hogy az első lejden bizottság alatt. A következő történt, hogy azt mondták, hogy egy csomó közös Európai Uniós ügyet akarunk csinálni, de abban a pillanatban szétesik ez a terv, hogyha minden ország hozzájárulásával tudjuk ezt financiálisan csinálni. Ezért hoztak 20 decemberében egy olyan határozatot, hogy összeurópai költségvetésből csinálják ezeket a dolgokat, amik újak. Most az a vita és a Brügel anyagban is bőven benne van, hogy újabb és újabb uniós területeket akarunk csinálni közös költségvetésből, ami nincs szavazás. Tehát létrehozunk újabb alapokat, most mondjuk hát mondjuk egy könnyű példát, az Európai Védelmi rendszer felépítése. Tehát létrehoznak egy olyan alapot, amiben az európai hogy mondjuk mondja a lején az, hogy lesz egy új hadügyminiszter, lesz egy új hadügyi költségvetés, és nem fogjuk és az Orbánt húszszor megkérdezni arról. És ninc, nem lesz joga, hogy megvédhetjük. Így van. Ért. Tehát az Európai Unió is modernizálódik és szerveződik ismétlen. Tehát tehát a szerepek változnak abban a pillanatban, hogyha valaki nem belső ellenzéként kiabál, hogy e, szélsőséges dolgokról, e, hanem abban a pillanatban, hogy valamilyen Tekintetben része a kormánynak, abban a pillanatban azt mondja az Orváról, hogy ne, nem, ezt, ezt nem kérdezem. Másrészt pedig egy csomó ügyet kivisznek a tagállami szintről, és összeurópai szintre emelnek, ami, ami után kezdődik egy közpolitikai megközelítés, és nem egy tagállami vita. Tehát kvázi most azt mondhatnám, hogy átviszik az Európai Tanácstól, ahol a főszereplők a miniszterelnökök, és ők szavaznak, az Európai Bizottsághoz, ami egy közpolitikai jellegű intézmény, és szakmai főnökök döntenek az egyes dolgokról. Ilyen átalakulás zajlik most az Európai Unióban, pontosan a nehézségeik miatt, és ez az Orbán rendszer egészével ütközik minden ponton, mert ahol az Orbán rendetlenkedne, ahol az Orbánnak kávézni kell kimennie a döntéshozatali folyamatból, abban a témában nem lesz döntéshozatali folyamat az Európai Tanács szintjén, tehát a miniszterelnökök között, hanem lesz egy szakmai döntési folyamat az Európai Bizottságban. És, és ott kávézik, ahol akar, mert Ott vagy mindegy. Tehát az Európai Unió igen nagy sebességgel átalakul, változik a nyomás alatt, és mi csak a csatazajokat halljuk, hogy ilyen meg olyan viták vannak meg egyéb, de amiben nagyon fontos változások zajlanak le. Most a legelején vagyunk annak az új intézményi átalakulásnak most, ugye néhány hónap van, és nyáron nem csinál semmit. Semmi, tehát most van a visszatérés tulajdonképpen. Tehát a, a kvázi első napjaiban vagyunk igazán a második lejjen bizottságnak. sok kérdésem vissza a magyar helyzethez. Tegyük föl, hogy Magyar Péter menetelése és, és újfajta politikai stílusa úgy megy tovább, hogy eddig, és olyan sikeresen, mint eddig, de milyen esélyei, reményei, vannak, és milyen változtatási lehetőségei a parlamenti ellenzéknek? Én szerintem a parlamenti ellenzék úgy, ahogy van, elsorvad. Tehát eddig ment az baloldali gondolkodóknál is, hogy mit lehet ebből a társaságból megőrizni, átfordítani, modernizálni, hogy, hogy Na most gyakorlatilag kiderült, hogy ez az egész baloldal, hogy mondjam, legalábbis az intézményi szerkezetében és a párt gondolkodás módjában teljesen elavult, és ebben nincs semmi tovább vinni való. Ezt világosan, egyértelműen a baloldali tábornak, a szavazóknak tudatosítani kell, hogy nem arról van szó, hogy van öt vezető valamelyik pártnál, most hadd nem mondja melyiket, és hát hogy abból ugye négyet elküldjünk, egy meg marad, mert kell valami folytonos. Szóval elérkezett a baloldal válsága is pátszinten egy olyan állapotba, hogy ebből már további folytonosság nincs. E, 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 teljesen egyértelmű az, a tömegek mozgásába e, baloldali szavazó van, baloldali párt és baloldali politikai vezetés nincs. Ha megnézzük a médiát is, hát elég gyenge elképzelések vannak. Nem kortásai Európának, én a tuszkot szoktam emlegetni, és így kedem, hogy valamennyi új tagállamba, egy picit tekintjünk el Bulgáriától, de lehet, hogy ott se kell. Van egy csomó olyan politikus és szerveződés, ami koltása Európának. Hát a lengyeleket azért kell érdígyelni, ők sincsenek egyszerű helyzetben ezzel egy, ugye? De a cseheknél is van egy nagyon európaizált politikai elit. Nálunk ez sajnos nem alakult ki. Ágatilának köszönöm szépen. Én is köszönöm. Német Péter vagyok. Bánó András vagyok. Bogyarák Anikó vagyok. Bolgár György vagyok. Gulyás Balázs vagyok. Lampi Ágnes vagyok. Az a kérésem, hogy iratkozzanak fel a Youtube csatornánkra. Ha tetszettek a videóink, akkor lájkolják és osszák meg ezeket. Várjuk véleményeiket, hozzászólásaikat a videó alatt kérem támogassák a Klik TV-t. Ezt megtehetik itt a Youtube-on szuper formájában, vagy a leírásban található linken keresztül. Nagyon szépen köszönjük az eddigi figyelmüket, és tartsanak velünk továbbra is.